A Magyar Nemzeti Balett újra a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal karöltve lepett meg nehéz sorsú fiatalokat a december 16-án rendezett karácsonyi gyermekgálán. Idén összesen 1500-an érkeztek reggel 10 és 11 óra között a Diótörő zárt körű előadására az Erkel Színházba. A bejáratoknál Csajkovszki diótörőjének figurája az Egér király, egy hercegnő és rénszarvasok fogadták a legkisebbeket. Soha nem fázunk. Hát a gyerekek szeretete azért rengeteget melegít a lelkünkön. Van egy pár gyerek, aki először megijed, de ha látják, hogy a többiek milyen vidámak miattunk, akkor utána ők is azok lesznek általában. A ruhatárak megteltek. Az előtérben ünnepi finomságok és arcfestő is várta a kislátogatókat, akik sokszor több száz kilométerrel és több óra úttal a hátuk mögött érkeztek meg, néhányan közülük először jártak az Erkel Színházban. Jártatok-e már itt? Nem. Tudjátok-e, hova jöttetek most? A Diótörőre. Mi ebben a legjobb? Ez az étel, a nyüzsi, az, hogy itt van 1000 gyerek? Mikulás, Egér, meg... Rénszarvas. Volt egy egér, meg volt egy hercegnő. Igen. Meg volt egy ilyen királynőféle. Igen, van az egér király. Jaj. Meg van az a hercegnő. Király. És még van a diótörő, meg azok a macifejű rénszarvasok. A kulisszák mögött is rengeteg gyerek készült a nyitó jelenetre, amelyben már az új előadás bemutatása óta ők korcsolyáznak, mégsem mondják még. Nem, minden előadást nagyon élvezünk. És inkább visszavágyunk. Igen. És akkor megint egy évet kell várni. Igen. Előtte lévő években is voltam már itt színpadon, így nem izgulok annyira. Hát, én már 3 éve korcsolyázom, de egyszerűen még mindig nagyon szeretem. Idén decemberben több mint 30 diótörő előadás volt a 3 éve színen lévő Vén Ígling Solymosi Tamás féle koreográfiából, amit 8 féle szereposztásban játszanak. Percekkel kezdés előtt a színpad mélyén, amit a nézőtérről ekkor persze nem látni, még lázas tanácskozás folyik. Például a balettmester Kövesi Angéla és a diótörőt matáncoló Olá Zoltán között. És ha annyit tudsz magatoknak segíteni, akkor az Egér királlyal vívtok, és utána az utolsó zártinak az antrolasszit, az ne legyen ennyire közel a gyerekekhez, mert fél, hogy lerúgja a fejüket. Ez azért van olyan... mert oda jön, oda hozza az Egér király, tehát érted? Azért tudom. De amikor ki csinálják, a diótörő talán az egyik legsokszínűbb balett. Az előadás alatt a díszletmestereknek, kellékeseknek rengeteg munkája akad. Olá Gusztáv 1950-es évekből származó kulisszái között járunk, aki maga is élete legnagyobb kiállításának gondolta, több mint 500 négyzetméter vásznat használt például hozzá. Figyeljük, hogy a másik oldallal pontosan csatlakozzunk, és minden precízen menjen, nyíljon az ajtó, és egy díszletnek nézzen ki a két külön elem. A következő díszletváltás az mikor jön? Gyorsan, itt elég gyorsan következnek a kezdés után, két perc. Beszeretném mutatni nektek egy nagyon-nagyon emblematikus szereplőt. Eközben a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat vezetője és a Magyar Nemzeti Balett igazgatójának közös beszéde alatt az egyik szereplő, az Egér király a függöny elé lopakodott. Az Egér király. Igen. Ő fog megküzdeni a diótörővel. És ki hinné, de a darab számos helyszínéből a harmadikat, ami már az előadás 5. percében látható, ekkor még izmaikat nyújtó gyakorló táncosok sisere hada népesítette be. Hogy aztán alig pár perc múlva ugyanez a tér teljes pompájában így ragyogjon a színpadon, bevilágítva a bámész nézősereget. A nézőtéren ezúttal kivételesen szinte csak is gyerekek ültek. Az előadás végén csak az volt a kérdés, melyik gyereknek mi tetszett a legjobban. Nekem olyan hangulatos volt. Az összösség, ahogy megszervezték az egész előadást a díszlettel együtt, a jelmezekkel, a ruhadarabokkal,
az előadásmód, a táncok, szerintem ez így az egység a szépsége ennek a darabnak. Mindenképpen a jó győz, és a rossz elnyeri méltó büntetését. Az új diótörőnek ez volt a 80. előadása, december 31-én pedig ez az új széria a 100. jubileumi előadáshoz ér. A zajos siker valószínűleg akkor sem marad majd el.